A sportnap már lezajlott, hétfőn nagyon sikeres volt. Kedden a megnyitó keretében megnyitottuk egyben a festménykiállításunkat, Viola Éva festményeit látjuk itt. A második emeleten Mráz Adrien párnáiban gyönyörködhetünk, és remélem, hogy önök is megtekintik majd a földszinten iskolánk történetével kapcsolatos kiállításunkat, míg a 40-es évekből való anyakönyvekkel is találkoztunk, és a tegnapi kiállítás megnyitón még Garajszky Pista bácsi is megtalálta, ahol őt, mint 6 éves kisfiút beírták, hát jó pár évtizeddel ezelőtt ebbe az anyakönyvbe. És hát ugye a tegnapi napra hívtunk nagyszülőket, hogy meséljenek arról, hogy milyen volt a diákok élete ezelőtt 50-60-70 évvel ebben az iskolában, ha nem is konkrétan ebben az iskolában, hanem abban a másik 3 épületben működő oktatási intézményben. Hát bizony nagyon érdekes dolgokat hallottak a gyerekek, a fáradt olajjal felkent padlóról, hát amire nem volt szerencsés ugye rá huppanni, és hogy bizony 50-60 gyerek járt egy osztályba. Nagyon izgalmas dolgokról hallottak a gyerekek, illetve erre a napra riportot készítettek szüleikkel, nagyszüleikkel. Mosolyogva olvastuk az egyik riportban, hogy kérdezi a kisgyerek az édesapját, aki hát azért csak egy 30-40-es korosztályhoz tartozó, hogy apa, volt akkor internet? Apuka válasza, hogyne, az igazgatóirodában egy darab vezetékes telefon. Tervezik, hogy az itt összegyűjtött adatokat és történeteket egy füzetben örökítik meg és teszik el emlékbe a következő generációk számára. Hát a mai nap a szüret lesz. Hát bizony a szüretnek van, ahol már vége van, és hát kicsivel kevesebb terület jutott nekünk a szőlőtőkékből, de itt majd énekszóval vonulnak a diákok, és egy kis műsor keretében felelevenítjük, hogy Sáriban hogy zajlott a szüret. A nap másik felében Garajszky Margit drámapedagógus tartott foglalkozásokat a diákoknak. Azt szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy hogyan lehet a különféle drámajátékokat alkalmazni az idegen nyelvtanításban, itt konkrétan a szlovák nyelvtanításában. Én ugyanis a Színművészeti Egyetemen végeztem egy kurzust, és ott pont ezzel foglalkoztam. Úgyhogy az igazgatónő meghívására most eljöttem, és egy ilyen kis foglalkozást fogok csinálni a gyerekekkel. Olyan alsósokkal, akik egyébként dráma szakkörre jelentkeztek, tehát van affinitásuk ebben az irányban, és hát megpróbáljuk összekötni a dráma játékok nyújtotta lehetőségeket a szlovák nyelvoktatás lehetőségének kibővítésével. Szóval ez nem egy ilyen klasszikus szlovák óra lesz, és nem is egy klasszikus drámafoglalkozás, hanem a kettő ötvözete. A foglalkozás lényege, hogy szituációkban használják a szlovák nyelvet, nem a padban ülve. A játékosságnak köszönhetően sokkal oldottabban mernek megszólalni a tanulók. Aki idegen nyelvet tanult, tudja, hogy mennyire nehéz aztán a reális életben használni azt az adott nyelvet, és ha már ilyen keretek között tanulja meg valaki, akkor sokkal bátrabban mer megszólalni, mert nem okoz neki problémát, hogy benne is van egy szituációban, és közben még beszélnie is kell. Ugye te magad is sári születésű vagy, a szlovák nyelv mennyire határozta meg az életedet, vagy mennyi pluszt adott hozzá az életedhez? Hát nekem abszolút meghatározta, ugye az általános iskola befejezése után szlovák gimnáziumba tanultam tovább Budapesten, és utána pedig egyetemre Pozsonyba jártam szlovák szakra, illetve hát Pozsonyban jártam a Színművészeti Egyetemre is. Szlovákból műfordítok a mai napig szlovák kortárs szerzőket, és több olyan művészeti projektben is részt veszek, ami Szlovákiával kapcsolatos, úgyhogy teljesen meghatározta.
A pénteki utolsó napon a szülők is kiveszik részüket a munkából, és osztályonként ebédet készítenek minden évben. A rendezvényeink között szerepelnek énekek, táncok, és ez kötődik nálunk a nemzetiségek napjához, tehát itt azért roma táncoktól kezdve egy kis németes dallamok, és reméljük, hogy egy kis szerb tánc és népviselet is majd látható lesz itt, illetve 11 órakor ünnepeljük iskolánknak az 55. évét, hisz ebben az épületben 1962. szeptember 1-én azt mondom, hogy szólalt meg a csengő, de akkor nem csengő volt, hanem valójában kolomb volt, ami megszólalt. És hát a gyerekek a kiállításon látják, hogy nőtte ki ez az épület magát ilyen szépé, hogy milyen sok ember dolgozott ezért, hogy ez ilyen épület lett, és hát a nagybogrács, gulyás elfogyasztása és vendégeinknek a megtisztelése után kézműves foglalkozások lesznek, rengeteg sokféle. És hát remélem, hogy mindenki olyan jó hangulatban és magába szívva egy kis szlovák érzést zárja le majd valamikor 4:30 óra táján ezt a hetet.